Innováció, kreativitás, hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Mi viszont egy jó nagy adag tudást próbálunk átadni a következő percekben. A Szellemi Tulajdon Világnapja tegnap előtt volt, és volt erről egy konferencia, ahol a startupok szoftverjogi kérdéseiről beszélt Lukácsi Péter ügyvéd, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzőjogi Egyesület védjegy jogi alelnöke, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt! Szép jó reggelt kívánok! És hát nagyjából azt szeretnénk kérni, hogy a legfontosabbakat a startupok részére tisztázzuk, illetve minél több hasznos infót e témakörben mondjunk el nekik. Mindenek előtt mit véd és mit nem véd a szerzői jog? Köszönöm szépen. Nagyon gyorsan csak az alapvető jogi ismeretek. A szoftvereket alapvetően és elsősorban a szerzői jog védi, azon belül is, amit nem véd a szerzői jog, nem védi a funkcionalitást, és alapvetően a grafikai felhasználói felületet sem védi, az legtöbb grafikai műként részesül a tartalomban. Lényegében a szoftver alatt a szerzői jog az egyéni eredeti programozói megoldásokat, forráskódokat, esetleg tárgyi kódokat, illetve a hozzá kapcsolódó egyéni eredeti dokumentációt védi. És ami még talán megemlítendő, hogy ezek a forráskódok, ezek üzleti titoknak is minősülhetnek, ez egy külön oltalmi forma, és talán arról is érdemes egy szót mondani, hogy szabadalomként, tehát találmányként önmagában a szoftver nem részesítettő oltalomban. Természetesen számtalan olyan szabadalom van, amiben valamilyen szoftveres megoldás van, de kizárólag önmagában csak egyedül a szoftver viszont szabadalomként nem oltalmazható. Ezt egy picit jobban megvilágítaná a közönségnek, mert nem biztos, hogy itt sokan értik, hogy miről van szó. Nekem is egy kicsit homályos az a terület, hogy akkor most pontosan mit lehet levédeni egy szoftverben? Gyakorlatilag azokat a parancsorokat, azokat a forráskódokat lehet szerzőjogi oltalomban részesíteni, amiket a programozók elkészítenek. És ez érdekes, miért van így? Tehát ez mi indokolja? Mert furcsa hangzik. Ezek elég magas szintű jogpolitikai megfontolások, hogy ez így van. Alapvetően szabadalomként például az Egyesült Államokban lehet kizárólag szoftvert, önmagában szoftvert levédeni, az európai jogalkotó egy más utat választott, de mondom, hangsúlyozom, ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne szellemi tulajdonként védeni a szoftvert, a forráskódokat, a programozói megoldásokat, csak ennek a területe nem a szabadalom, hanem a szerzőjog. Aha. Ami talán szintén egy fontos dolog, hogy ugye a szerzőjognál viszont a mű létrejöttével megvan az oltalom, ez nem kell elmenni egy hatósághoz, ezt nem kell külön bejelenteni, nem kell külön regisztráltatni, ami viszont nagyon tanácsos, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalnál működik egy úgynevezett önkéntes műnyilvántartás, tehát a nevében is benne, ez nem kötelező, de akár egy szoftvert is adathordozóra lehet adni, a hivatal erről kiállít igazolást, és bekerül egy nyilvános adatbázisba, ami azt jelenti, hogy ez nem ez hozza létre az oltalmat, meg nem ez az oltalom előfeltétele, de például bizonyításként nagyon jól tud jönni egy jogvitás ügyben, hogy van egy önkéntes műnyilvántartásban való bejegyzés. Oké. Vagyoni jogok tekintetében mik a legfontosabb tudnivalók? A szerzői jogok azok kvázi tulajdon jogjellegű jogok, és gyakorlatilag egy kizárólagos hasznosítási, felhasználási jog illeti meg a szerzőt, és hát ezek a felhasználási, tehát erre gyakorlatilag a szoftvernek a felhasználása, engedélyt pedig csak a szerző adhat felhasználási szerződés formájában, és hát a szerző ezeket a szoftverrel kapcsolatos jogokat egyébként át is ruházhatja
ez egy kivételes lehetőség a szerződési rendszeren belül. És hát talán amire, amit azért érdemes itt aláhúzni, és ez valószínűleg minden startup vállalkozás életében egy fontos információ, hogy a szerzőjog az mindig az embert illeti meg, aki az alkotó, aki létrehozta a művet, természetesen többen dolgoznak egy szoftveren, akkor őket ezt közösen illeti meg ez a jog. És ahhoz, hogy mondjuk a startup cégbe bekerüljön a szoftver, mint kvázi tulajdonjog, mint vagyonértékű jog, ehhez viszont mindig szükséges megfelelő szerződéseket kötni, akkor is, hogyha a munkavállalók, programozók, akkor is, hogyha, sőt, különösen, hogyha alvállalkozók, munkavállalók esetében érdemes mindig rögzíteni a munkakörként a programozási feladatot, hogyha pedig alvállalkozóként dolgoznak, akkor pedig mindig szükséges, hogy a szerzői jogról megállapodás történjen, hiszen másképp nem fog a cégbe bekerülni a szerzői jog, ha nincs ilyen különbözőség. Ez portálható a cégbe? Tehát ezt átadhatják annak a jogi személynek, ami a társaság? Így van, pontosan, tehát át lehet ruházni, csak erről kell akkor egy megfelelő szerződés, a programozó, és akár vagy a programozó cége, és a startup cég között. Tehát ezt egy láncolatként érdemes fölfogni, és a láncolat minden elemének megfelelően dokumentáltnak, lepapírozottnak, ha úgy tetszik, kell lenni, de ez nem egy felesleges papír, ez egy nagyon is szükséges papír, hogy kimutatható legyen minden láncolat minden elemében, hogy megtörtént a szerzőjogoknak az átruházása a programozóról a startup cégre, vagy pedig, hogyha a programozó is céggel dolgozik, akkor a programozó és a saját cége között, majd onnan a startup cégre, majd onnan esetleg a megrendelőre. Hát ez a láncolat megszakítatlan kell, hogy legyen. És ezért nagyon fontos a megfelelő dokumentáció, értem szerint ebben szakemberek örömmel nyújtanak segítséget, hogy ez rendben legyen. És ezt azért hangsúlyozom, mert tulajdonképpen mindig, tehát többször látszik, hogy sokszor nem elég egy jó ötlet, nem elég a kitartó munka mondjuk egy szoftver létrehozásában, de sajnos lehetnek olyan jogi buktatók, amikre, hogyha az ember időbe gondol, meg időben megfelelő segítséget kér, akkor nem bonyolult, nem különösebben bonyolult megoldani, később viszont, ha nincsen rendben, akkor nagyobb problémák lehetnek belőle. Például, amikor jön egy befektető, egy kockázati tőke, és ő neki az első, egyik első kérdése az lesz, hogy na benne van-e azt állt a cégben a szoftverrel kapcsolatos szerzői jog. Ahhoz pedig ezeket a megfelelő szerződéseket kell tudni bemutatni. Uh-huh. Oké, világos. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszéltünk erről így két nappal a szellemi tulajdon világnapja után. Szép napot, jó munkát kívánok. Én köszönöm a lehetőséget, és szép napot kívánok én is minden kedves hallgatónak. Köszönjük viszont hallásra. Viszont hallásom. Lukácsi Péter ügyvéddel, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület védjegy jogi alelnökével beszélgettünk a startupok szoftver jogi kérdéseiről. A szellemi tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.